Sziasztok! A magyar használatoktól piacon nagyon sokan nézelődnek viszonylag költségmentes, olcsón fenntartható, igénytelen, kis, munkába járós autó után. Olcsón, még egyszer mondom, de azért elvárjuk általában, hogy állapotot is kapjunk, ne legyen egy szétrugott hulladék az, amit éppen megnézünk. Úgyhogy ma erről szeretnék nektek beszélni, hogy milyen autókat kaphattok nagyjából ennyi pénzért, és hogy nagy valószínűséggel miket fogtok nézegetni ennyi pénzért, mert hogy én is voltam már ilyen cipőben, és végignéztem az összeset, és azt is elmondom, hogy végül mire jutottunk. Mi az, amit nézeget az ember? Ott vannak az olasz szörnyetegek, a Fiat Bravo, vagy a Brava, vagy a Punto, 1-2-es, 16 szelepes, 82 lóerős motorral, persze van belőlük más motorvariáció is, csak ebből van a legtöbb darab a használt autópiacon. Ott vannak még a mi autóink, a Suzuki Swiftek, 1000-es, 1-1-es, meg 1-3-as motorral, ami amúgy jó választást lehet, csak hát nem egy túlzottan esztétikus darab, illetve belül sem érzi azt az ember, hogy autóban ül, inkább csak egy papírdobozban, úgyhogy menjünk is tovább a listában. Léteznek még agyon használt Dacia Logan-ek ennyi pénzért, illetve ott vannak a borzalmas, torziós hátsó futóművel szerelt 206-os Peugeot, vagy a Citroenek, például a Sara, vagy a Saxo, és ez mellett még a még borzalmasabb 8 vagy 16 szelepes kisbenzines Volkswagenek. Hát esetünkben az autó vételnek maximum a plafon 500 ezer forintig bezárólag kellett megtörténnie, de az már tényleg nagyon a plafon volt, úgyhogy megnéztük mindet, amiket az előbb felsoroltam. Turbodízelben nem akartunk belemenni a motor miatt, ugye bonyolultabb összetétel, valószínűleg nagyobbak a fenntartási költségek is, illetve nem is nagyon lehet kapni ennyi pénzért normális állapotú turbodízelt. Egy-két szívódízel azért szembe jöhet a használt autó piacon, 1.9-es Puntók, vagy esetleg Citroen Saxo még talán szívódízelből, de valószínűleg ezek is le vannak rúgva nagyjából ilyen árban. És amit találhatunk turbodízel terén, az általában az 1.5 DCI Clio-k, illetve Thaliák. A Thaliáról nem is beszélve, hogy nem túlzottan egy esztétikus darab. A Clio-k meg valószínűleg 40-szer körbe kerülték már a földet, azok a példányok, amiket 3 és 500 ezer forint környékén akarnak adni. Úgyhogy nagy az elkeseredés, de rájön az ember, hogy létezik a kis autókba szerelt francia motor, az 1.4 HDI, ami mégis turbodízzel, szerelték ugye a már említett borzalmas futóművel megáldott 206-osba, a Ford Fiesta-ba, és ezek mellett a C3-as Citroenbe, amiről most szó van, és akármennyire is lehetetlen küldetés ennyi pénzért venni egy jó állapotú 1.4 HDI-t, azért elmegy az ember, megnézi azt, ami 400 ezerért van fönt, megnézi azt, ami 350-ért, megnézi, ami 450-ért, és arra kell rájönni, hogy kotyog, zörög, csörög, orrán száján ömlik az olaj, tehát valószínűleg túlzottan nem lesz jó autó hosszú távon. És arról még nem is beszéltem, hogy létezik a Facebook Marketplace, ahol egyébként 100 ezer forintig bezárólag a testvérektől mindegyik autótípusból az összes félefajta motorral szerelt kocsit meg lehet venni. Igen, úgyhogy a Facebook Marketplace-t azt egyből ki is kell zárni, legalábbis én úgy gondolom általában. Viszont nagy a csalódottság, mindegyik C3-as Citroen szar, nem jók, de hát nem kell sokat várni ennyi pénzért. Nagy elkeseredettségben még azért felmegy az ember a Facebook Marketplace-re még egyszer, és talál egy hirdetést 320 ezer forintért egy kevés kilométeres, valós kevés kilométeres, ami ugye ki tudja, hogy mennyire valós, hát lekérdezve valós volt, illetve majd mindjárt megmutatom, hogy miért tűnik ez még mindig valósnak. Kevés kilométeres, viszonylag kevés előző gazdás Citroen C3-at 320 ezer forintért, ami ugye egyértelműen 300 ezer, elmegy, megnézi és megveszi. Ez egy valós történet, létező sztori. A Citroen C3-as azóta is megy, egy termosztátot kellett benne cserélni, meg két hátsó rugót, de hát ez előfordul azért. Mielőtt ezt bemutatnám egy másik videóban, ami hamarosan felkerül a csatornára, szeretnék nektek inkább egy kicsit a használt autó, az olcsó használt autó vásárlásról beszélni, egy pár szót, és adni egy-két tippet, illetve trükköt, hogy miket érdemes megnézni, amikor elmegy az ember
és szeretne venni 3 500 000 forintért viszonylag jó használt autót. Mielőtt elindulunk használt autót venni, főleg ilyen olcsón, érdemes ránéznünk először a költségekre, hogy az autó árán kívül mivel fog még ez nekünk járni. Ugye nagyon fontos, ott van az átírási költség, illetve a biztosítás. Az átírási költség ugye függ a köbcentitől, illetve teljesítménytől, és az autó korától, és minél kisebb a teljesítmény, annál olcsóbb lesz az átírási illeték, illetve a forgalmi és az új törzskönyv, az minden esetben 6 000 forintba kerül. Ezen kívül én általában rászoktam nézni, mielőtt elmegyek megnézni egy használt autót, hogy nagyjából milyen alkatrész árak várhatóak az esetleges javításoknál. Én általában megnézem, hogy a 4 lengéscsillapító mennyibe kerül az autón, illetve egy komplett vezérlés szett vízpumpával együtt mennyibe kerül, mert ezzel a két dologgal úgy nagyjából be lehet határolni azt, hogy milyen elkövetkezendő költségek fognak majd felmerülni az autó javításakor, hogyha jó autót találunk. Ha elmegyünk viszonylag olcsó használt autót nézni, akkor én azt mondom, érdemes mindig a motortérrel kezdeni az alapos megvizsgálását az autónak. Ne aggódjunk, nyugodtan csináljunk bármit az autóval az érdekében, hogy a legjobb vételt tudjuk csinálni, mert az autókereskedők, főleg ezekkel az olcsó autókkal nagyon könnyen át tudnak minket verni. Ha dízel autót nézünk, még jobban oda kell figyelni egy-két dologra, ilyen például az olajfolyás a motortérben. Ne nézzünk olyan autót, vagy hát ne nagyon bízzunk olyan autóban, aminek a kereskedő előtte kivixolta teljesen a motorterét, még le van műanyag ápolózva is, meg gumi ápolózva is, meg ilyesmi, mert akkor nem nagyon fogjuk észrevenni, hogyha hiba van. Nézzünk körül alaposan a szeletfedél környékén, bár hogyha ott látunk olajfolyást, az simán lehet, hogy csak a tömítés hibája, de ha például turbódízelt nézzünk, akkor a turbó környékén semmiféleképpen nem szabad olajnak megjelennie. Nézzük meg, hogyha már nyitva van a motorháztető, a tornyok állapotát, ne legyenek berohadva, illetve ha van nálunk festék, rétegvastagság mérő, akkor itt is nézegessük meg az értékeket, mert ide általában nem fújnak lakkot az autógyártók, tehát hogyha itt valami javítva volt, akkor ott biztos, hogy kiugróan magas értéket fog mutatni. Hogyha belátunk, akkor nézzük meg a nyúlványok állapotát. Általában porosnak, koszosnak kell lenniük, ha fényezve voltak, akkor valószínűleg nagyon tiszták, illetve hogyha fényezve voltak, akkor valószínűleg előtte törve volt az autó eleje. Nézzük meg a keresztmerevítőt, illetve a hűtő állapotát, hogy jó állapotban vannak-e. A tűzfalat is érdemes végignézni, illetve erre majd később visszatérek, az alvásszámot ellenőrizni, a forgalmiban szereplő adatokkal összevetni. Hogyha mindent rendben találunk a tűzfal és a motor között is, valamint ránézésre elég jó állapotban van az autó, illetve nincs teljesen kitisztítva, látszik, hogy poros vagy ilyesmi, akkor minden bizonnyal nem sok gondunk lesz vele ilyen téren. Hogyha itt végeztünk, akkor menjünk és nézzük meg az autót alaposan, kívülről is. Nyilván kopások, karcok, horpadások lesznek rajta. Én úgy gondolom, hogy ekkora összegért ezekkel nem érdemes foglalkozni, kivéve, hogyha nagyon ronda az autó, de hogyha azért tűrhetően néz ki, akkor ne ez legyen a legnagyobb gondunk. És ahogy elindulunk hátrafele, egyből nézzük is meg a gumik állapotát. Nézzük meg, hogy mennyi minta van rajtuk, nézzük meg, hogy téli vagy nyári gumike. Ha téli gumik, akkor nagyon fontos, hogy ne legyenek felkeményedve nagyon, illetve mindenképpen kérdezzük meg, hogy van-e még egy szett kerék az autóhoz. Be tudunk nyúlni esetleg a keréktárcsán, és meg tudjuk nézni a féktárcsák állapotát. Egy pici válluk természetesen lehet, de azért ne legyenek agyon kopva, és a betétek állapotát is tudjuk ellenőrizni. Hátul dobfékes autóknál a hátsó fékrendszert nem igazán tudjuk ellenőrizni, de majd a próbakörön ezt úgy is meglátjuk, hogy fognak-e a fékek, avagy sem, illetve hogy van-e valamilyen hangjuk. Ahogy megyünk hátrafele, nyugodtan lefeküdhetünk az autó mellé, és benézhetünk alá, hogy látunk-e ott is olajfolyást, vagy valami nem odaillő dolgot. Nézzük meg az autó alján végigfutó csöveket, hogy ne legyenek berepedezve, ugye ezek általában a fékcsövek, amiknek mindenképpen jó állapotban kell lenniük. Ahogy még haladunk hátrafele, nézzük meg mindenképpen a küszöbök állapotát, mert a rozsda általában itt fog megjelenni először, legalábbis itt van olyan helyen, ahol nem nagyon kéne, hogy legyen, mert utána, hogyha felrakjuk egy csápos emelőre az autót, és beszakad, az nem egy túlzottan örömteli pillanat. Úgyhogy erősen nyomkodjuk végig a küszöböt, főleg, hogyha van rajta egy műanyag borítás, és kopogtassuk végig, hogy tapasztalunk-e rejtett rozsdát, ami esetleg le lett fényezve, kókler módon. Hogyha ezt is rendben találtunk, akkor jöjjünk hátrafele,
nyissuk ki a csomagtartóját minden esetben az autónak, és emeljük föl a csomagtartó alján lévő szőnyeget, és ellenőrizzük, hogy megvan-e a pótkerék, illetve defektjavító szed, de hát inkább pótkerék szokott lenni ezeknél az autóknál, és ne is erre figyeljünk, inkább a meglétére, hanem a pótkerék helyére, mert hogyha az autó hátulja sérülve volt, akkor ezt az ívet, ezt a kör alakot általában a lakatosok nem tudják olyan precízen helyreállítani, mint gyári állapotában volt. Miután ezzel is megvoltunk, üljünk be az autóba, ellenőrizzünk minden olyan extrát, amit így ki tudunk próbálni, indítsuk be az autót, mindenképpen, ha van rá lehetőségünk, hallgassunk meg egy hideg indítást. A dízelautóknál különösen fontos a hidegindítás meghallgatása, ugyanis ilyenkor derülhet ki, hogy van-e valami üzemanyag ellátással kapcsolatos gondja az autónak, például porlasztó bajok. Még nyitott motorháztetőnél is hallgassuk meg, hogy hogyan jár hidegen az autó, hogyha szép az alapjárat, illetve egyből megjön az olajnyomás, vagy ilyesmi, akkor valószínűleg nincs porlasztó baja az autónak. Különösen a franciáknál fontos ez, mert a porlasztók cseréje nagyon nagy galibákat tud okozni az autószerelőnek, ami nekünk hatalmas költségekbe fog kerülni, de megpróbálhatjuk ezt ugye megelőzni azzal, hogyha jól meghallgatjuk és megnézzük, hogy milyen állapotban vannak, mielőtt megvesszük az autót, és arra is fontos figyelni, hogy ne érezzünk gázolajszagot se nyitott motorháztetőnél, se bent az utastérben. Ugye, mint már mondtam, ellenőrizzük az elektromos ablakok működését, mert ezeknek a motorja elég drága dolog tud lenni. Próbáljuk ki a rádiót, ugye próbáljuk ki a klímát, hogy működik-e, várjunk egy picit, lehet hallani egyébként, hogy bekapcsol-e a ventilátor, vagy nem, és azt is lehet érezni, hogy hideget fúj-e nyilván az autó. Nos, miután kívülről rendesen körbenéztük az autót, utána mindenképpen érdemes vele menni egy kört, hogyha ezt nem engedi a kereskedő, vagy éppen a magánszemély nem engedi, akkor el kell engedni az autó kezét, mert olyan nincs, hogy nem próbálunk ki egy autót, mielőtt megvesszük. Ugye egyből, ahogy leülünk az autóba, és minden kipróbáltuk az extrákat, amiket már mondtam az előbb, érdemes a kéziféket ellenőrizni, hogy hol fog, illetve a legelső elindulásnál meg kell próbálni minél jobban kuplungból elindulni, hogy érezzük, hogy hol fog az autó kuplungja. Ugye, mint már mondtam, dízelautónál nem szabad megijedni attól, hogy keményebb a kuplungpedál, de az nagyon fontos, hogy ne fogjon se nagyon alul, illetve se nagyon fölül, hanem úgy nagyjából középtájt kell, hogy fogjon, és csak kuplungból el kell, hogy induljon az autó. Mindenképpen ellenőrizzük a lámpák működését, kapcsoljuk fel a lámpákat, indexeljünk jobbra-balra, hogy nem-e látunk, vagy nem-e jelez vissza az autó valamilyen hibakódot, és hogyha már itt tartunk a hibakódos résznél, ha esetleg van olyan ismerősünk, vagy esetleg mi magunknak van WCDS, vagy Odyssey, vagy hasonló programunk, és egy OBD csatlakozunk, akkor érdemes elvinni és rádugni az autóra, hogy milyen hibakódokat látunk egyből, ami már is esetleg problémát okozhat nekünk majd a továbbiakban. Nos, és nyilván a kuplungot ellenőrizzük minden váltásnál, hogy megfelelően működik-e, illetve hogy megfelelően tudjuk-e használni. Menjünk általában annyit az autóval, hogy azért felmelegedjen üzemmelegre, és miután felmelegedett, egy picit jobban rugdossuk el neki, forgassuk magasabb fordulatszámra, de hidegen azért ne bántsuk más autóját se, és figyeljük azt, hogy nem dadog-e valahol valamilyen fordulatszám környékén az autó, mert ez is okozhat majd nekünk a későbbiekben problémát. Hogyha egyenletesen jár és egyenletesen gyorsul, akkor valószínűleg motorikusan túlzottan sok gondja nem lehet, de azért füleljünk végig a próbaúton, hogy ad-e valami oda nem illő hangot az autó. Vigyük el minél rosszabb útra a tesztkörön a megvásárolandó autót, hogy előjöjjenek a futómű esetleges hangjai, oda nem illő kotyogások, kopogások, vagy hasonló dolgok. Ezek általában a lengőkarok, illetve stabrudak szilentjeinek kopottságából adódnak, vagy a lengés csillapítók teljes gatyán lévő állapota miatt. Úgyhogy ilyenekre mindenképpen figyeljünk, és legyünk tisztában azzal, hogy nagyjából mennyi költséget fog ez nekünk okozni a továbbiakban, hogyha valami hasonló hangot hallunk. És amit még
a kinti áttekintéskor nem mondtam, amire mindenképpen oda kell figyelni, illetve hogyha tisztában vagyunk vele, hogy mondjuk törve volt az autó és ez minket nem érdekel, akkor annyira nem érdekes, de hogyha nem vagyunk vele tisztában vagy el akarja sumákolni ezt az eladók, mindenképp nézzük meg az illesztési hézagokat, hogy ne legyenek túl nagyok, olyan gyári szerűek legyenek, mert abból egyből kiderül, hogy volt-e törve az autó, és hogy mennyire lett szakszerűen javítva utána, de általában ezeket a hézagokat nem lehet teljesen gyáriszerűen reprodukálni javításkor, úgyhogy érdemes erre is odafigyelni. Nyilván nézzük meg azt is, hogy hogy melegszik az autó. A dízeleknek kell hagyni egy kicsit több időt, főleg a kis dízeleknek, hogy bemelegedjenek, mert ugye nem termelnek annyi hőt, mint a nagyok, de azért egy egészséges maximum 10 km-en belül be kell, hogy melegedjen, és próbáljuk ki, menjünk vele minél többet, és utána mondjuk rá az áment. Nem árt odafigyelni egyébként az autóban érezhető szagokra sem, álló helyzetben is, illetve már járó motornál is. Ne érezzünk állott poshat szagot, mert az lehetséges, hogy beázás okozta, illetve ne érezzünk üzemanyag vagy kipufogó gáz szagot sehol, vagy ehhez hasonló szagokat, mert az túl sok jót nem jelent. Miután menet közben is rendben találtuk az autót, mindenképpen keressük elő a forgalmit, és nézzük meg, hogy a benne lévő alvász szám, illetve hogyha motorszámot is látjuk, akkor esetleg azt is, de az alvász számot mindenképpen ellenőrizzük, ugyanis az autón több helyen el van helyezve az alvász szám, például a tűzfalon általában és a szélvédőn, vagy akár még a pótkerék helyénél is ott lehet az alvász szám a kaszniban, és ezeket mindenképpen ellenőrizzük, hogy ugyanaz az adat van-e rajta, mint a forgalmiban, ami szerepel, valamint érdemes a neveket is összevetni, az eladót és a forgalmiban szereplő nevet, hogy azért ne legyünk egy csúnya csalás áldozatai, és mindenképpen nézzük meg, hogy meddig van még érvényes műszaki az autón, nehogy csak úgy bemondásra elhiggyük, hogy esetleg van rajta még 2 év, mikor kiderül, hogy nincs is. Főleg akkor, hogyha esetleg rossz állapotban van az autó, és nem is tud átmenni műszakin. És hogyha mindent leellenőriztünk, és mindent viszonylag rendben találtunk, ugye az autó értékéhez mérten rendben találtuk a dolgokat, akkor megegyezhetünk utána az eladóval, egy egészséges alkú után, és én azt mondom azért, hogy 300 ezer környékén lehet találni például ilyen Citroen C3-ast is az 1.4 HD-ivel, de benzinest az meg végképp, de azért ne feltétlenül higgyünk el mindent, és nem feltétlenül kezdjünk el idő előtt örülni, amíg nem láttuk és nem próbáltuk ki az autót. Ennyire már azért lehet autót találni, olcsóbban is lehet, bár azokat nem ajánlom, tehát 100-200 ezer forint környékén. Ha nem muszáj, akkor ne vegyünk autót, kivéve akkor, hogyha direkt csak tanuló autónak vásároljuk, és nem bánjuk, hogyha bármi baja is lesz, és felfogjuk az első autó árát mondjuk tanuló pénznek. Jut eszembe az első autóról, hogy fogok majd csinálni egy olyan videót is, ahol elmondom, hogy szerintem milyen autókat érdemes első autónak nézni, amiket a legegyszerűbb megtanulni, és a legigénytelenebb típusok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Hamarosan következőben pedig bemutatom nektek ezt a Citroen C3-ast, amiben most éppen ülünk, és amiből ezt a videót felvettem nektek. Úgyhogy tartsatok velem, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!